Innováció, tudomány, technológia 21. században. Ez a Novum. Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok. Jöjjön magazinunk mai kínálata röviden. Onkológiai adatbázis, ahol a beteghez keresnek terápiát. Nem lehet elég korán kezdeni, bemutatkoznak hazánk legfiatalabb startupperei. Ökodivat, ruhák újrahasznosított anyagból. A tudás, amire alapozunk, oktatóközpont vállalkozásoknak, startupoknak és diákoknak. Nemrégiben a DNS születésnapja alkalmából már szóba került a személyre szabott orvoslás, mint esetleges jövőkép a gyógyításban. Nos, nagyon úgy néz ki, hogy a jövő sokkal inkább jelen, ráadásul nem is kell külföldre mennünk az innovációért. A budapesti központban nem csak az derítik ki, hogy egy daganat kialakulásáért melyik gén hibája a felelős, de egy onkológiai adatbázisban azonnal meg is nézik, van-e célzott, személyre szabott terápia erre a génhibára valahol a nagyvilágban. Ha igen, a beteget össze is kötik a kezeléssel, legyen az éppen Dél-Amerikában vagy Spanyolországban. Peták Istvánnál, a Gábor Dénes díjas orvosnál egy évvel ezelőtt jártunk először. Akkor elsősorban arról kérdeztük, mi is az a molekuláris diagnosztika, amivel ő foglalkozik. A molekuláris diagnosztika az a molekulák szintjén diagnosztizálja a betegség okát. Ez azóta érdekes, amikóta a molekulákra ható gyógyszerek vannak. Míg régen a kemoterápiák úgy általában a rákos sejt osztódását gátolták, addig csak azt kellett tudnunk, hogy ez egy rákos sejt. Amióta molekulárisan célzott gyógyszereink vannak, azt is kell tudnunk, hogy na jó, de melyik molekula hibája okozta ezt a rákot. Múlt évben bejártuk a labort, végigbeszéltük, hogyan is történik egy emberi DNS szerkezetének teljes feltárása, és azt is, miképpen találják meg a hibás géneket. Az elmúlt időszakban viszont sok minden történt a kutatóorvos házatáján, és csapatával tovább léptek a gyógyítás egy következő lépcsőfokára. Így aztán stábunkkal úgy döntöttünk, visszalátogatunk hozzájuk. Most a legnagyobb kérdés a következő évtized számára az az, hogy össze tudjuk-e kötni ezeket a génhibákat a megfelelő célzott terápiákkal. Ezért kezdtünk el az elmúlt két évben folyamatosan fejleszteni egy olyan informatikai rendszert és olyan orvosi információs technológiai rendszert, ami majd segíti az orvosokat abban, hogy mindig a aktuálisan legjobb terápiás lehetőségek között tudjanak választani a betegük számára. A molekuláris diagnosztikai vállalkozás az elmúlt egy évben globális onkológiai információs központtá alakult, melynek vezetését egy gyógyszeripari nagyágyú, Frederic Ollier vette át. A mi missziónk az nem más, mint a betegek összekötése a legmodernebb kezelésekkel, amiket ma a tudomány kínálni tud. És a ma itt kifejezetten fontos, mert a daganatos betegeknek nincs idejük, hiszen versenyt futnak az idővel. Éppen ezért mi a legmagasabb szinten igyekszünk összekapcsolni az összes résztvevőt, aki ebben az életért folytatott harcban a rák ellen küzd. Az információs rendszernek két fő funkciója van. Egyrészt lehetővé teszi a kezelőorvosok és sebész specialisták közt az online konzultációt, másrészt tartalmaz egy kiterjedt onkológiai adatbázist is. Ebben helyet kapnak nem csak a klinikák, az orvosok és a betegek, hanem az ismert génhibák, az általuk okozott daganatos megbetegedések és a hozzájuk tartozó célzott kezelések is. Mint egy onkológiai Facebook és Google, csak egyben. Először a génhibát nézzük meg, és utána az adott génhibára megfelelő terápiás lehetőséget, és elképzelhető, hogy például olyan ritka génhibáról beszélünk, amelyre még a törzskémezett kezelése között nincs lehetőség, de egy klinikai vizsgálatban, legyen ez akár Magyarországon vagy külföldön, igen. Itt már azért azokat a kategóriákat szeretjük természetesen, ahol a hatékonysági bizonyítottság is valamilyen szinten, ugye, akár egy magas szinten rendelkezésre áll, de még a törzskönyvezés, mint hatósági aktus nem történt meg. A legfontosabb az, hogy aki most ma beteg, annál kiderítsük, hogy van-e bárhol olyan célzott gyógyszer, akár forgalomban, akár klinikai vizsgálatban, ami nagy valószínűséggel hatékony lehet. Ez előfordulhat az is, hogy például rájövünk, hogy volt egy konkrét esetünk, ahol egy gyöngyöspatai
hölgynek a tüdődaganatában olyan génhibát találtunk, amire célzott kezelés Spanyolországban, Malagán volt lehetőség, és sikerült megszervezni, hogy ez a beteg oda eljusson, és ott kapjon célzott kezelést, és ez a beteg már 2 éve remisszióban van, tehát a daganata eltűnt, összezsugorodott. Így jön létre az együttműködés orvosok, kutatók és gyógyszerfejlesztők között. Egyrészt a jelenlegi betegek gyógyulása, másrészt a klinikai tesztek felgyorsítása véget. Igazi win-win szituáció ez. Esély a betegeknek, hogy hozzáférjenek a jövő gyógyszereihez, és fejlődés a tudománynak a hatóanyagok tesztelése által. Mert ami ma még csak klinikai vizsgálat, az talán 10 év múlva minden nap alkalmazott gyógyszer lesz a kórházak polcain. Mindannyian elfogadjuk, hogy az tudományos lehetőségeink végesek, de azt nem tudjuk elfogadni, mint orvosok, hogy ha van már ilyen lehetőség, ahhoz csak azért nem jut hozzá egy beteg, mert nem jut hozzá az információhoz, hogy ilyen létezik. Ha hozzájut az információhoz, akkor még mindig dönthet róla, az önrendelkezés jogával élhet, hogy ebben ő él vagy nem él, de szeretnénk ezt a hatalmat megadni mind az orvosnak, mind a betegnek, hogy az összes információ rendelkezésre álljon. Húsz éve, 1795. márciusában született Vásárhelyi Pál magyar vízépítőmérnök. A Pesti Tudományegyetem mérnöki karán szerzett diplomát. 1829-től ő végezte el a Duna terep és vízviszonyainak feltérképezését, később pedig a vaskapui vízió tervezésében és kivitelezésében is oroszlán része volt. Az ő tervei alapján készült el a fertőt lecsapoló csatorna, amely a hanságon biztosította a gazdálkodást. 1846-ban a Tisza szabályozásának tervét 2 változatban is elkészítette, de a megvalósításban már nem tudott részt venni, mert április 8-án a Tiszavölgyi Társulat ülésén szívroham végzett vele. A Tisza szabályozása végül az ő tervei alapján készült el. A vásárhelyi halála előtti évben, pontosan 170 esztendővel ezelőtt született Wilhelm Konrad Röntgen Nobel-díjas fizikus gépészmérnök, a róla elnevezett röntgensugárzás felfedezője. Röntgen 1895. novemberében egy kísérlet folyamán azt a következtetést vonta le, hogy egy új sugár, amit első dolgozatában X-sugárnak nevezett el, áthatol az anyagokon, eltérő mértékben nyelődik el, a fényhez hasonlóan egyenesen áramlik, és fényképfelvételeken rögzíthető. 1895. decemberében a Würzburgi Egyetem fizikai orvosi társulat előtt számolt be először felfedezéséről, újfajta sugarak címmel. További kutatásainak demonstrációs eszközéből konstruálták meg később a röntgencsövet. Korszakalkotó felfedezéséért 1901-ben a világon elsőként fizikai Nobel-díjjal jutalmazták. Nappal pihenünk a suliban, délután pedig csináljuk az üzletet. Így nyilatkozott az ország 2 legfiatalabb startupper arca, a 15 éves Burián Bálint és Uzoni Dávid. És hogy ez nem vicc, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a srácok szerepelnek a Forbes magazin 30 sikeres fiatal 30 alatt listáján. Olyan nagy ágyuk mellett, mint Weiss Fanni modell, vagy Hanga Ádám kosárlabdázó. Gyerekek, kamaszok, vagy már kis felnőttek? Nem tudni. Egy biztos, a világ első digitális nemzedéke, azaz a Z-generáció még fel sem nőtt, de már zörget az üzleti világ kapuján. A mai tizenévesek befektetőt keresnek, felhasználókat gyűjtenek, és az önmegvalósítást a vállalkozásokban látják. Ilyen az ASBAB csapata is, akik 15 évesen az iskolapadban találták ki világmegváltó projektjüket. Csináltunk egy ilyen házi buli megosztó rendszert, aminek az a lényege, hogy én, mint vendég, be tudok jelentkezni idegen emberek, idegen társaságoknak a házi buliába, és én, mint szervező,
nem csak ismerőseim közül tudok válogatni, hanem idegen embereket is meg tudok hívni a bulimba. Mi más is lehetne a központi téma, mint amiért a legtöbb egyetemista és gimnazista egyenesen megőrül? A házi buli. Az pedig biztos, hogy senki sem szomorkodna, ha többe mehetne, mint amennyibe meghívják. A szervező szemszögéből egyelőre papíron van kész a koncepció. Hogyha itt megnézed, akkor úgy néz ki, hogy amikor a szervező belép az alkalmazásba, akkor ugyanúgy, mint bárki más, itt ugye lent lát egy ilyen 5 menüpontból álló menüt, hasonlóan, mint a egyik fotómegosztó portálon. És amikor a szervező belép, akkor itt látja az embereket, akiket ugye, akikből ugye válogathat a partjára, és ezeket az embereket jobbra-balra húzogathatja, ugye adnak függvényében, hogy meg akarja-e hívni őt a buliába, vagy nem. Az applikáció segítségével nem függsz a meghívásoktól. Akkor, annyiszor és olyan társasággal partizhatsz, amilyennel csak akarsz. A cél az, hogy a nyára elkészült tesztverzióból a csapat visszaigazolást kapjon. Ez a tesztverzió, ez arra jó, itt Magyarországon kiadjuk, ahol szerintünk nincs akkora verseny, itt kiadjuk és megnézzük, hogy az emberek hogyan használják, hogy ugye az ismerősök meg barátok mindenképp fogják használni, és aztán meglátjuk, hogy ők hogyan használják, hogyha terjed, akkor hogyan terjed, hogyha nem, akkor miért nem, és ezt így próbáljuk javítani. Szóval semmiképp sem akarjuk így eldobni az ötletet, hogy hát ez megbukott, akkor csináljunk mást, hanem figyeljük az embereket, hogy az interakciókat, és ezek alapján szeretnék javítani. Mint minden ötlet, ez sem működhetne segítség nélkül. A Kitchen Budapest inkubációs labor képviselői egy üzleti fesztiválon figyeltek fel a fiúkra. Azonnal a tehetséggondozó programjuk felvételiére hívták őket, ahol sikerrel is vették az akadályokat. Ami nagyon fontos, az ötletet kitaláló és az ötletet megvalósítani kívánó csapat. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a csapat az formálható legyen, a csapat gondolkodása az illeszkedjen ebbe a globális gondolkozásba, a csapatra rá lehessen bízni különböző feladatokat, önállósulni tudjanak, csapaton belül a kommunikáció az megfelelően működjön, és elszántak, és tényleg újító gondolkodásúak legyenek. Ez az, amit nehéz megtalálni, viszont ez a legértékesebb. Minden tizenéves szenvedélyesen szeret valamit csinálni. Főhőseink úgy döntöttek, szabadidejükben startupot indítanak. Ami a motiváció, tényleg amit így látunk magunk előtt, hogy majd 2-3 év múlva tényleg ahová el akarunk érkezni, hogy tök jó érzés lenne az, hogy felszállunk a buszra, és mondjuk azt látjuk, hogy egy csomó ember szereti és használja azt az appot, amit mi csináltunk. A srácok nem félnek a kudarctól, hosszú távon gondolkodnak, kitartóak. A társadalom aktív, alkotó tagjai akarnak lenni. Csomó példát nézünk, akkor a legtöbb ilyen startup vagy bármilyen projektben nem az első lett sikeres, hanem a második, harmadik, negyedik, úgyhogy ha megbukik egy projekt, akkor azt úgy kell kezdeni, hogy tök jó, tanultam belőle, és akkor elkezdeni egy új ötletet. Nekünk, jó, mondjuk nekünk ez csak a második, de tényleg, hogyha nem hagyja abba az ember, hanem bukás után is elkezd egy új projektet, akkor és azt csinálja, akkor szerintem minden megvan. Bennem megvolt az igény, hogy csináljak valami sajátot, megvalósítsam a saját ötleteimet és abból éljek. Ez néhány éve Majoros Zita receptje a boldogulásra, ami első hallásra borzasztóan egyszerűnek tűnik. Ám sajnos rengeteg világra szóló ötlet marad az asztalfiókban, hiszen ma egy startup céget beindítani igazán nem könnyű feladat. Ám ha kitartunk álmaink mellett, a befektetett munka megtérül, a jó példa pedig talán sok más pályakezdő számára jelenthet inspirációt. A fenntarthatóságnak nagyon nagy jövője van, és a világ ebbe az irányba halad. Az embereket tényleg érdekli az, hogy miből van valami gyártva, milyen gyártási folyamaton átesett.
Újrahasznosított anyagokból, textilekből tervezett ruhák, kiegészítők, használati emlék és ajándéktárgyak díszelegnek Majoros Zita belvárosi üzletében, ami szitanyomó műhely, galéria és kávézó is egyben. Azon kívül, hogy ez egy design üzlet, ahol lehet bejönni, körülnézni, megnézni egy kiállítást. Szeretem volna, hogy ez egy ilyen laza tér legyen, ahol esetleg az emberek több időt is szeretnének eltölteni, elidőzni, és ehhez valahogy a kávé egy ilyen logikus lépésnek tűnt, hogy akkor ezzel is tudjuk az embereket egy kicsit itt tartani, meg egy olyan teret kialakítani, ami egy ilyen közösségi tér. Nézzük Zita álmából, hogyan lett valóság. Tervező grafikusként mindig is érdekelt az a dolog, hogy a saját grafikai terveimet hogy tudnám olyan eladható formába hozni, vagy egy ilyen ruha, táska vagy grafika formában, és így jött az ötlet, hogy saját kollekciókat tervezzek. Mivel nagyon nem szeretem az új anyagokat, itt jött az ötlet, hogy próbáljak valamit, akkor kezdtem gondolkozni az újrahasznosításon, meg mik azok az anyagok, amikből tudok valamit újra létrehozni. Az ökodivat még gyerekcipőben jár Magyarországon. Ahhoz, hogy tudatosabban vásároljunk, a ruhagyártóknak és a tervezőknek el kell kezdeniük a fenntartható anyagok használatát és a fenntartható folyamatok kialakítását. Vannak tervezők, akik próbálkoznak egy-egy ilyen modellel. Szerintem akkor lenne erre igazán igény, hogyha többen csinálnának, készítenének ilyen kollekciókat, mert akkor több ember is szerezne tudomást erről a lehetőségről. Három tulajdonképpen fő vonal, ami körül épül az egész printa, az ökodizájn, a Budapest, mint tematika, és a tanulási folyamat. Szóval azért vannak nálunk havonta szitanyomó kurzusok, az ökodivat, meg az ökodizájn az összes terméken ugye látszik, hogy vannak legyártva, miből vannak legyártva, meg a Budapest mindő, meg ez a lokális téma az egy olyan dolog, ami szintén nagyon-nagyon fontos számunkra. Így születtek meg azok a szita minták, amik illusztrálják Budapest városát. A dizájn mellett elengedhetetlen a jó minőségű anyagok újrahasznosítása. Nagyon figyelünk ugye az alapanyagokra is, ezek a pólók mind biopamutból készülnek, vagy egy különleges újrahasznosított pamut poliészter keverékből, ami egy ilyen nagyon új technológia és szintén egy nagyon fenntartható anyag. Az anyagokat különböző helyekről szerzik be, varrodákból, kötödékből, a használt ruhákat pedig nyugatról, bolhapiacokról. Majd újrahasznosítják azokat. Újrahasznosítás az mindenféle dolgot jelent. Azt is jelent, ami így anyagában újra van hasznosítva, szóval az anyag nem változott meg az újrahasznosítás folyamán. Angolul ezt upcyclingnak nevezik, amikor ugyanabból az anyagból készül valami új, hozzáadott értékkel. Ezek a modellek, amik inkből készültek, vagy bőrkabátból, ezek tipikusan upcycling technikával készültek. A recycling technika az maga a klasszikus újrahasznosítás, amikor valamit előveszünk, például ilyen póló esetében az érdekessége, hogy összegyűjtöttek rengeteg használt pólót, mamut pólót, szétbontották őket elemi szára, új fonalat fontak belőlük, és új textilt kötöttek. Zita upcycling technikával készült ruhát visel, ágyneműből, inkből és farmerből. A férfi ingeket lehet remekül újrahasznosítani, mert azok is általában jó, természetes anyagból vannak, és közben nagy felületek vannak ugye egy férfi ingen, amiből szépen ki lehet szabni valami újat, valami mást. Rengeteg különböző dolgot újrahasznosítunk, itt például ez a szoknya. Ez egy régi ágy takaróból készült, szóval mindig kutatunk ilyen különleges anyagok után, amiket így lehetne valami beátalakítani. Dolgozunk ilyen
textil maradékokból, például olyan gyártásoknál, ahol rengeteg a textil hulladék, ezeket is összegyűjtjük, és ezekből összerakunk ilyen patchwork pólókat, amikre utána rászitázunk a stúdiónkban. Ez úgy készül, hogy van egy sötét szobánk, a fotoemulziót felhúzzuk a szitaszövetre, és utána a nagy teljesítmény fény alatt rávilágítjuk a mintát a szitánkra. Ha textilre készül a minta, kétszer-háromszor kell átfesteni a szitát, hogy látszódjon az. Majd jön a szárítás és a hőkezelés 180 fokon. Az elkészült minta tartósága az anyag jó minősége miatt maradt tartós. Találunk még itt bőrkabátból készült táskákat, gomból fülbevalókat, számítógép billentyűzetből manzsettagombokat és egyéb érdekességeket. Az, ami nagyon fontos számunkra szinten, hogy azzal, hogy népszerűvé válunk, hogy az emberekben egy kicsit tudatosítsuk az öko dizájnnak a fontosságát, a lényegét, hogy egy kicsit ők is kezdjenek el figyelni arra, hogy miből készülnek a dolgok, milyen eljáráson esnek át, és hogy ebből a szempontból is egy kicsit így oktassuk őket. Egész Európában egyedülálló kezdeményezésként Budapest egyik legizgalmasabb városnegyedében nyílt meg az egyik keresőóriás oktatóközpontja. A tudásbázison a hazai KKV-k, startup cégek, diákok, kreatív szakemberek sajátíthatják el azt a tudást, ami a digitális talponmaradáshoz feltétlenül szükséges. Jöjjenek, ismerjék meg Pest egyik legszínesebb képzési központját! A 8. kerület szívében található a közép- és kelet-európai régió egyetlen olyan oktatási központja, amely arra hivatott, hogy a magyar online marketing szakértőket, magyar vállalkozásokat hozzásegítse a digitális platformon megjelenő hirdetések, videóanyagok lehető leghatékonyabb megjelenéséhez és a digitális fejlődéshez. 2013-ban indult el az egésznek a tervezése Google Groundnak. 2013-ban találtuk ki azt, hogy szeretnénk az oktatásunkat, a képzési rendszerünket egy sokkal magasabb szintre emelni. És ez nagyon fontos volt, már régóta látjuk azt, hogy a digitális képességek, a digitális készségek elsajátítása az egy folyamatos oktatást és képzést igényel. Rengeteg terület van. Első körben mi az úgynevezett online marketing szakértőkkel kezdtünk el foglalkozni, és az ő oktatásokat vállaltuk be, hogy segítsük őket a mindennapi munkájukban, és ezáltal az ő ügyfeleik is egyre inkább megjelenhessenek digitális platformokon. Ma már direkt ügyfeleket, kis és közepes vállalkozásokat képeznek, és az egyetemistáknak is szakmai gyakorlati programot indítanak. Ma már többen neteznek a világon mobilról, mint számítógépekről, és ez az arány, ez természetesen abszolút nem így volt 2-3 évvel ezelőtt sem, de hogyha még jobban akarom ezt értékeltetni, hogy a változás üteme milyen elképesztően gyors, akkor a YouTube-ot, aki ma már szintén több mint 1 milliárd ember használ, percenként 300 óra videóanyagot töltenek most föl. Nem egészen 3 évvel ezelőtt, ugyanez a szám 24 óra volt. Ha megnézzük, akkor ez egy 12-szeres fejlődés, kevesebb, mint 3 év alatt, és tényleg nagyon jó jelzi az, hogy nem csak az, hogy fejlődik a világ, és egyre inkább digitalizálódik, hanem egyre gyorsabb ütemben digitalizálódik. A szakmai műhelyben teljesen az alapoktól egészen a haladó szintig segítséget nyújtanak, főleg az online marketing kezelésében és a videótartalmak nem televíziós felületre való gyártásában. Nem csak termékekről konkrétan, és nem csak felületekről vannak oktatásaink, hanem kifejezetten próbáljuk őket abba is segíteni, hogy az ő szolgáltatásukat például hogyan értékesítsék. Igazából nekünk mindig az a legfontosabb, hogy ezáltal a teljes magyar gazdaság fejlődjön. Tehát, hogy minél több vállalkozást fejleszünk, minél több szereplőt a magyar gazdaságban fejleszünk és képezzünk, mert ezáltal a teljes magyar gazdaság fejlődik. Az elméleten kívül gyakorlati oktatás is zajlik a központban. A résztvevők profi stúdióban sajátíthatják el, hogyan jelenhetnek meg az online felületeken. Jelen pillanatban az oktató stúdióban vagyunk, és ahogy nyilván itt látjátok körbe a fényekből, ez gyorsan ki is derül. Egyébként természetesen ez egy Greenbox stúdióként is tud működni.
Itt több fajta oktatás van, elsősorban nyilván a YouTube-ra videótartalmat előállítani szándékozó, mind magánemberek, mind vállalkozásoknak próbálunk segíteni, hogy a lehető legjobb tartalmat tudják előállítani. Ami egyszer felkerült, abba bele lehet nyúlni. És attól függően, hogy milyen visszajelzések jönnek, attól függően folyamatosan tudják változtatni a kreatív tartalmakat, és ezáltal egyre jobb és jobb minőségű tartalmat állítanak elő. Az oktatási központ kifejezetten fontosnak tartja a nők képzését is. Ennek célja, hogy a számítástechnikában és az IT területén is egyre több nő vegyen részt. Többfajta képzési program is van. Ugye az egyik az kifejezetten menedzsment irányból indul el, és arra koncentrál, hogy a nők vállalkozó készségét fejlesz-e, illetve hogy minél több női vezető legyen, és erre vannak programjaink, mert ezt azért nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy sokkal jobban működnek azok a vállalkozások, vállalatok, ahol vegyes összetételű, diversifikáltabb összetételű a vezetőség. Merre tovább? Azt gondolom, hogy ez jól mutatja az utat, hogy ha mi itt arról beszélünk, hogy Magyarországon csak ezen a helyen 10 000, Google-nek a vállalása európai szinten 1 millió ember oktatása, és azt mondom, hogy ez már tényleg az a szám, meg az a mennyiség, amikor már ez jelentős és radikális változásokat tud elindítani ebben az emberek digitális fejlettségében. Mai fél óránk véget ér, de jövő héten újra találkozunk, amikor beszámolunk egy olyan apró robotról, ami játszva tanítja programozásra a gyerekeket. Adásainkat addig is visszanézhetik a Duna TV videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol már hétközben kiderül, milyen témákkal készülünk szombatra. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig várjuk e-mail címünkre, az infokukac@novumtv.hu-ra. Én mára búcsúzom, jövő héten találkozunk, viszontlátásra!